Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Remélem, hogy jól vagytok. Nálunk 37 fok meleg van, nagy a hőség. Hát alig lehet kibírni. Úgy tudom, Magyarországon is jelenleg nagyon meleg az időjárás. Azért kívánok minden jót nektek, és köszöntelek benneteket ezen a felvételen, ezzel az aktuális szerelmi jóslással, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. A gondolatait itt felül és alul látjuk. Itt a kelyhek jelentik az ő érzelmeit. De nem tudja, hogy mit akar, vagy hiányzik az erő. Felteszi a kérdést, tegyem, vagy ne tegyem, nem tudja, pedig döntéseket kellene hoznia. Itt látható a négyes szám, ami azt jelenti, hogy számára most nagyon fontos a biztonság érzete. Az anyagiak terén, a munkahelyet illetően, vagy fontos számára egy stabil párkapcsolat. De benne van itt egy szűkös helyzetben, és ebből ki akar lépni, de nem tudja, hogy hogyan tovább tegyem, vagy ne tegyem. Én úgy gondolom, hogy itt anyagiakról, vagy a munkahelyéről van szó, ahol még tartja ezt a munkahelyet, hiszen ez nyújtja számára a biztonság érzetét, legalábbis így gondolkodik erről, pedig jobb lenne a változás, de fél a változásoktól. Az érzelmeit itt látjuk bal oldalon. Mind három kártyán a kelyhek jelennek meg, és ezek mutatják az érzelmeket. Ő közeledik hozzád, lépéseket tesz feléd, mindkét kártyán látható, hogy átnyújtja számodra ezt a kelyhet, tehát kimutatja az érzelmeit. Az ő szemében te vagy itt a királynő, és elvárja azt, hogy te is kimutasd az érzelmeidet. A gyermek lehet anyai érzelem is, de jelenthet egy új kezdetet is. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Vagy nálad voltak igazságtalanságok, különösen ami az anyagiakat illeti, vagy a munkahelyeden, vagy ő éli ezt át és beszámol erről. Sokat fogtok tanulni, vagy olvasni, de ez a kártya jelenti a bizalmat is, hogy minden úgy lesz, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Esetleg utalhat spirituális területre. És itt látható, hogy uralkodni fogtok a helyzet felett. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Miért van nála ez a húzavona? Mert ő akar a középpontban lenni, elvárja az elismerést, ha nem így van, akkor bizonytalan lesz. És hol van, melyik életterületen ebben a szűkös helyzetben? Ami a barátságokat illeti, esetleg a hűséget. Az nem biztos, hogy ez a hűség a párkapcsolatot jelentheti, hanem én inkább úgy gondolom, hogy a munkahelyét, vagy barátságtalanok vele szemben, vagy hűségesen ott szeretne maradni a munkahelyen, de nem érzi jól magát. Ő átnyújtja ezt a kelyhet, kimutatja az érzelmeit. Itt az utak jelentik azt, hogy útban van hozzád, sőt, itt is látható a mozgás. Mit vár el tőled? Itt a hamisság jelenik meg.
az lehet, hogy nem mutatod ki az érzelmeidet, és ez nem tetszik neki, vagy azt is jelentheti ez a hamisság, hogy vannak még félelmek vagy bizonytalanságok, és ő szeretné azt, ha te áttennéd magadat ezeken az érzelmeken. Ő átnyújtja ezt a kelyhet, lépéseket tesz feléd, mert kell számára a biztonság érzete, ahol le tud horgonyozni. Hol élitek át az igazságtalanságokat? Itt a fa szintén a biztonság érzetét jelenti, mint itt a négyes szám, esetleg a horgony, ahol le lehet horgonyozni, ahol le lehet gyökerezni, de mivel nincs elismerés, vagy kevés a pénz, ő úgy gondolja, hogy még nem tudtok legyökerezni, mert nem ez az a hely, ahol megvan a biztonság érzete, ahol jól érzitek magatokat. Ez szerintem a munkahelyre vonatkozik, hiszen az érmék jelentik az anyagiakat, és ez összefügg a munkahelyjel. Mi felett kellene uralkodni? A problémák és a nehézségek felett. Ezen áttenni magatokat. És mit ír a sorsok könyve? A kasza azt jelenti, vágjátok el azokat a helyzeteket vagy kapcsolatokat, ami árt nektek, ami betegít téged, vagy őt, ahol nehézségek vannak. Utána változik majd minden, lesz egy új kezdet. Az ő energiája, vagy van egy örökösödési ügy, vagy lezár bizonyos dolgokat, vagy szeretné azt, ha te lezárnád a negatív érzelmeket, a félelmeket. És mi a te energiád jelenleg? A gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy a fiatalos kisugárzásodat, esetleg egy új irányt, egy új kezdetet. És ez volt a jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy leírnád a véleményedet a kommentárba. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!